Ponó Műhely, Márta Istvánnal szokatlanul próbáljuk elemezni a fesztiválpiacot, vagy a kulturális kihívásokat. Egy sakkparti mellett, vagy közben fogunk beszélgetni, vagy akár az állást is elemezni. Nem volt még ilyen a Ponó Műhely történetében, lehet, hogy bevezetjük ezt a hagyományt, pláne ha netán nékem áll a zászló, ha elveszteném a partit, akkor lehet, hogy gyorsan abba is hagyjuk ezt a sorozatot. Sorsoltunk, Istváné a fehér, úgyhogy ő fog kezdeni. A biztos vesztés tudatában ültem le, így karácsony után, hiszen a Laci nagyrészt állandóan nyert ellenem. Ráadásul még valami fajta beszélgetésnek egy keretet is kell adni, tehát én azonnal lépek is, hogy megpróbálok lépni, aztán majd meglátjuk, hogy alakul a beszélgetés. Vagy ide koncentrálok, vagy oda koncentrálok. Nyugodtan beszélgetni, tehát azért vannak olyan falusi játszmák, amit végigdumálnak a partnerek. Hát az a kocsmában szokott általában megtörténni. Igen, de sajnos már kocsmákban ritkán látsz sakkozni embereket, hanem főleg a gyógyfürdőkben láttam én az utóbbi időben, amikor kiterítik a táblát, és akkor ott az öregek még kenyik úgy, ahogy annak rendes módja. Igazából az előzmény az, hogy Kapolcson ugye mindig volt egy sakkbázis, vagy hogy is hívták a hölgyet, aki ott tartotta a szimultánt mindig. Az Edit, Krizsán Editnek hívják, nemzetközi mester, nagymester, és mindig tartunk vele különféle órákat, edukációs programokat, és főleg a gyerekek részére, akik nagyon élvezik meg a családok részére, és szimultán, nagy szimultánozás szokott lenni. De hát ezt megelőzően tényleg tradíció volt Kapolcson, hisz a kocsmában még az ikonikus figura volt a Cili néni annak idején, a kocsmárosnő, ott mindig bajnokságok voltak. Uh-huh. Volt egy kedves víz és gázvezeték szerelő barátom, Márvány Gyulának hívták. Mostanában már, hát ő sajnos meghalt, elment közülünk, viszont Márvány Gyula sakkbajnokságot szoktunk rendezni, még mindig a kocsmában, pedig már. És hányan jönnek össze ilyenkor? Hát egy 5-6-7 ember, de átjönnek Vázsonyból egy vagy kettő, és talán Dörögről egy. Uh-huh. Én régiós kihívások. Igen. Így mellékesen István elég defenzív fehér megnyitást választott, még a negyedik vonalig egyik bábuát sem tolta fel, így a sötétnek most nehéz a helyzete, hogy valahol éket verjen az állásba, de hát próbálkozik majd. Hát te, aki nagyon szépen elemzed a játékokat, én például soha nem elemzem a játékokat, ezért is kapok ki valószínű nagy részt. Édesapám nagyon jó sakkozott egyébként. Igen, ő még elemezte is a játékokat. Emlékszem, hogy sakkoztatok ott még a szülőskert alatt mellett. És közben ugye az volt a mondás, hogy akár a magyar fesztivál piacok esélyeiről, harcairól, csatáiról is beszélgethetünk. Hogy látod a Nemzeti Kulturális Alap kiutalta a támogatásokat, vélhetően egy biztosabb lábakon álló évadba lép a magyar fesztiválpiac, vagyis azon nyertes pályázatok, akik időben leadták a pályázataikat, hogy ez azért kecsegtető, nem? Én úgy gondolom, hogy amikor annak idején én magam is kuratóriumi tag voltam, az egy nagy vívmány volt tulajdonképpen, hogy az úgynevezett garantált fesztiválok műfajt bevezettük annak idején. Tehát egy bizonyos, de 3 évre garantált összeget kapott az adott fesztivál, aki pályázott természetesen. Ennek fejében viszont nem pályázott az adott években. És ezt mindenki eldönthette, illetve ezek meghívást kaptak ezek a 20 pár fesztiválról beszélünk. Indultunk 10-valahányról, és akkor 20-valahánynál megálltunk. És szerintem ez egy jó dolog volt, és a fesztiválok szerint is, bár ugye valamennyivel kevesebb pénzhez lehetett hozzájutni, viszont az biztos volt az a pénz. Ez aztán megszűnt néhány évvel ezelőtt az a lehetőség. De én ezt váltig azt mondom, hogy ez egy jó dolog volt. Másrészt pedig azért eléggé beszűkültek a pályázati lehetőségek, illetve a forrás lehetőségek, és itt nem győzök utalni a turizmusra. A turizmus az szinte teljesen kiszállt a fesztivál finanszírozásokból.
azt mondja, hogy... De ez azt is jelentheti, hogy valamilyen természetes szelekció van, nem? Tehát, hogy azért tudjuk jól, hogy neked köszönhetően, vagy a jó mintáknak köszönhetően rengeteg fesztivál lett, akik úgymond kalandor ügyeskedésből is próbáltak valamit létrehozni, aztán nem baj, ha elhullanak a elhullásra váró kísérletek, nem? Igen, csak a fürdővízzel együtt nem jó a gyereket is kiönteni, hisz voltak olyan fesztiválok, és olyan fesztiválok is vannak, amelyek minőséget képviselnek, ad abszurdum a gasztrofesztiválok, vagy a gasztrofesztiválok között is, és ők pedig egyre nehezebben tudnak pénzhez jutni, vagy forrásokhoz jutni. A turizmus passzivitása, és ezt idézőjelben mondtam ebből a szempontból, azért az viszonylag rossz dolog, mert nagyon sok fesztiválnak rengeteg turisztikai értéke van, az addicionális költések, stb. Stb. És egy nagyon fontos gondolat szerintem legalábbis, hogy a közvélemény és a kommunikáció és a marketing is főleg a rockzenei fesztiválokról szól. Az úgynevezett könnyű zenei fesztiválokról, bár ezt a kifejezést nem nagyon szeretem. És azért ne felejtsük el, hogy, és mindig ezt szoktam mondani, hogy más műfajú, értékes, bár kevesebb látogatóval rendelkező fesztiválok is vannak a világon, és vannak Magyarországon. Ezeknek szükséges és kell a támogatás. Na, nagy csönd lett. Nagy csönd lesz. Sötétíti világos. Igen. Gyalogját. Igen. Illetve arról is szót ejthetünk, hogy a Kapolcsi régióban is, vagy a Veszprémi régióban, ugye most véget ért egy évad, a kulturális főváros évad, és neked alkalmad volt annó a Pécsiben is nyakig benne lenni, hogy érdemes-e a kettőt összehasonlítani, vagy sem? A Pécsinél csak érintőlegesen voltam, hisz a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft-t, amelyhez a Kodály Központ, a Zsolnai Kulturális Negyed, a Cella Szeptikóra, tehát a 4. századi ókeresztény sírkamrák is hozzátartoztak. Én 2012-ben vettem át, de előtte való igaz, hogy egy kicsit jobban belemerültem az akkori Európa Kulturális Fővárosi mozzanatokba. Ott a legfőbb probléma nyilvánvaló a fenntarthatóság volt. Tehát ez egy jó példa volt a mostani Veszprémi Európa Kulturális Fővárosnak, hogy miként és hogy lehet arról gondoskodni lehetőleg már előre, hogy fenntarthatóak legyenek azok a fejlesztések, akár épület, vagy akármi más fejlesztések, amelyeket létrehoz az Európa Kulturális Fővárosi projekt keretén belül. A Kodály Központ például mindenféleképpen egy ilyennek tekinthető, de nehéz a fenntartása. Ez tény és való, mert a költségek, a fenntartási költségek meghaladják a város erejét. Amennyiben a kormányzat vagy az állam nem száll be, akkor a Kodály Központ az nem tud működni. Pedig helyt ad a Pannon Filharmonikusoknak, mint a rezidens szimfonikus zenekarnak, a Filharmoniának is biztosít bizonyos számú koncertet, és maga a Zsolnai Örökségkezelő is. A Európa Kulturális Főváros Veszprém 2023-ban az volt a nagy találmány, hogy bevonták a vidéket. Tehát a Balatonfelvidék, ez a Káli-medencétől bizonyos déli településeken keresztül elég széles spektrumba mozgott az Európa Kulturális Főváros. Hogy ezeket a kulturális próbálkozásokat miként és hogyan lehet fenntartani majd a jövőben,
akár gondolok a képzőművészeti részekre, akár a színházi kísérletekre, ezt nem tudom ilyen a pillanatban megmondani, fogalmam sincs. Viszont Pécsnek azért óriási előnye a zsónai örökség, ami aztán végül kapcsolódott, vagy ami viszi tovább a hírét ennek az útnak, nem? Tehát, igen. Hogy Veszprémnek nincs meg a saját zsónai kártyája. Hát viszont ott van a szakrális helyek, ott van a püspökség, ott van egy csomó minden, amire lehet egyébként építeni. Meg az egyetem. Nem kell félteni veszprémieket, azt látjuk, vagy azt tényleg úgy gondoljuk. Sűrűsödik a dolog. Csere bele, továbbra is. Továbbra is. Illetve visszakanyarodunk Kapolcsra, akkor tagja vagy a kapolcsi kis falutanácsnak, jól tudom? Képviselőtestület. Tehát egy ilyen testületet mennyire mozgatnak meg még a fesztivál kérdések, vagy egy 30 év távlatából már netán ugyák, vagy még látnak benne kihívásokat? Nem, hát ez maga a fesztivál, most a művészetek végére, igen, gondolunk, maga a fesztivál azt tulajdonképpen szervessé vált magával a településsel, de hát ez már így volt a 90-es évek végétől kezdve, tehát van karácsony, van húsvét, van falunap, van volt, most már nincs egyéb események, ugyanígy a művészetek völgye is szervesült a falu életével. Az, hogy miként alakul, és hogy alakul a fesztivál maga, nyilvánvaló a falu lakossága is átalakul, maga a falu is átalakult már az elmúlt évtizedben, vagy másfél évtizedben, vagy két évtizedben. De szerződések vannak, ez annak idején nem volt egyébként, tehát spontaneitás volt jellemző az egészre. Szerződések vannak a településsel, és ott jól körül határolva rendezzük, hogy miként és hogy működjön a fesztivál. Hogy a falunak is használva legyen. A lélekszáma az hogy alakult? Mennyivel lett kevesebb a 30 éves induláshoz képest? Én akkor egy ilyen 460, most 360 fő. Tehát egy százassal kevesebb. Mm-hmm. Tehát szociológiailag ugyanazok a problémák, mint egyéb településeknél, hogy ugye a fiatalok elvándorlása, az idősek, és fogynak a kapolcsi lakosok, tehát az úgynevezett őslakosok, alaposan, sajnos. Iskola van? Nincs, megszűnt az iskola, megszűnt a posta, megszűnt az óvoda egy két évtizeddel ezelőtt, vagy talán 15 évvel ezelőtt. Ilyen szempontból nagyon, nagyon rossz, mert azt tudjuk, hogy ezek alapvetőleg egy település életében meghatározó szerepet játszanak. A szellemi kapacitásai ezeknek az intézményeknek, a következő generációk oktatása, és az, hogy egyetlen helyben vannak a tanárok, vagy bizonyos mennyiségű tanár, vagy postás, ezek mind meghatározzák. És a szomszéd településeken hol maradt, vagy hol van? Hát gyakorlatilag csak Taljándörögdön van. És akkor oda jár mindenki tanulni? Nem, Nagyvázsonyban járnak az általános iskolások, illetve a Dörögdön a felső tagozatosok, az alsó tagozatosok Monostarapátiba, tehát még ez is ketté van osztva. Uh-huh.
És az óvoda az pedig Dörögdön van egy jól működő óvoda, és Mohostrapátiban is van. Közben az állást elemezve egy kicsit kinyíltak a... Hát igen, investésre állnak, ezt így hívják. Sötétnek van egy lépés, ami Mattal fenyeget. Én ezt most kénytelen vagyok bemutatni, kérlek szépen. Igen. De hát ez még korán sem Matt, mint tudjuk, látjuk. Nem bizony, és erre csak ezt tudom lépni, ha jól látom. Igen. Odalép, odalép. Igen, nagyon beszorultam erre a részre, ezt viszont szabadon is nyitva hagytam. Igen, úgy tűnik, ilyenkor a nagy feladvány, hogy a sötét tud élni a helyzeti előnyével. Biztos vagyok benne. Ezt így szokták mondani. A fenyegetést azt tudom tartani továbbra is, valaminek az árán, ezt kell most mérlegelni, hogyha vezérrel mozdulok, akkor az mekkora sikolyt eredményez, kérlek szépen. Hát itt a gyalog elvesztésnél nekem már föl kellett volna adnom. Ez nem elvesztés volt, az csere, kérlek szépen. Hát, a gyalogok aránya... Csak hát ez a rész teljesen nyitottá vált. Az egy szabad... Szabad préda, hogy így mondjam. Úgy mondják, az... Meg tudsz haladni valóban. Én úgy gondolom, hogy ezt a videót, ezt vágni kell majd. Igen, lehet összefoglalót is. Egy összefoglalót, összefoglalót, ezt aki kivárja, az érdekes lesz. Annak érdekes lesz. Jó, de tartjuk az alapkoncepciót, hogy témázunk is, akkor ki tudja, hogy még meddig juthatunk el. Igen. Nézzük, csak nézzük. Odalép, 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 odalép. Hiba. Hiba, határ. Hiba, nem hiba, határ, hiba. Mert kinél? Na igen, hiba. Ja. Na, most észrevetted igen, a hibát? Igen, már aktívan támadtam. Én hibáztam. Akkor érdemes a... Hát igen, akkor legyen az, hogy ezt leütöm. Ez most már valóban egy gyalog hátrány a világosnak. Hát nem csak az, hanem most már... Kinyílik a királyszáj teljesen. Most már nyílik minden. Úgyhogy szerintem lassan be is tudjuk fejezni. Nincs menekvés. Mattig játsszák a sakkot. Hát mi nem tartjuk fönt a nézőket, és nem kínozzuk magunkat. Igen. Igen, így. Na, és akkor most lehet megadni a kegyelemdöfést egy... Igen. ...sakkal. Mert például egy ilyen sakra mit lépsz, kérlek szépen? Na, ezt lépem, köszöntöm a játékot. Igen, ez egy nagyon egyszerű lépés volt, eldőlt a király. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Na, a záró gondolatnak még a kulturális piacra, tehát hogy a fesztiválok üzenetei, azért láttuk jól, hogy a régiós hatásokra érdemes építeni, mert azért Magyarország vagy akár a Kárpát-medence annyira sokszínű, hogy annyira szép üzeneteket meg lehet fogalmazni valahol a tájra, valahol a borra, valahol a inota, az épített ipari örökségre, hogy szerintem nincs olyan, hogy vége van valahol, mert hogy nem tudom, a nagy ikonnak, a szigetnek a matekja nem jött ki, és akkor az a példa ragadós, hogy nem kell, hanem igenis meg lehet találni mindig azoknak a közösségi léteknek a formákat. A létszám a kérdés, hogy 2000 embernek, vagy 20 000 embernek.
Szerintem az átalakulás és az alakulás, mint alapeszme az egésznek, ez egy fontos dolog. Tehát amikor annak a fesztiválnak eljön az ideje, akkor vagy át kell alakítani, vagy meg kell változtatni, de ez minden fesztiválnál más. Tehát ezek olyan kis önálló élőlények, önálló entitások ezek a fesztiválok. Tehát nem lehet egy sémába, és nem lehet egy beletuszkolni ezeket a fesztiválokat. Nem beszélve a műfaji sokszínűségről, meg nem beszélve arról, hogy közben megy az idő, és a kor is változik. A látogatók is változnak, maguk az előadó műfajok is változnak, összekeverednek, kristályosabbá válnak, jobban elválasztódnak, de ezekre nincs recept. Nincs recept, ezt alakítja maga az idő. A lényeg az, hogy ha a flexibilitását, ha a rugalmasságát meg tudja tartani a fesztivál ipar, vagy a fesztivál élet Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében, akkor az egy jó dolog. Én váltig azt mondom, hogy fontos a közönség szám, hogy hány fős közönség legyen, de nem biztos, hogy a százezres létszámok és a százezres nézőközönség a legfontosabb dolog a magyar fesztivál életben. Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem a legfontosabb. Mert a fesztiváloknak több funkciója is van, többek közt ez a nevelés valamilyen módon, nagyon csúnya szavakat mondok, tehát a misszió, és ez is változik. Nem beszélve arról, amit te mondasz, hogy a határon kívül is, tehát az úgynevezett magyar fesztiválok is jelentősen erősödnek, hála az Istennek, erősödnek, műfajilag sokszínűek, és különös ízt hoznak a magyar fesztiválokba. És ezeket ki kell tudni használni, ezeket segíteni kell, egyrészt anyagilag, másrészt pedig oda kell figyelni kommunikációban is a fesztiválokra. Az más kérdés, hogy drágul minden, tehát az úti költségektől kezdve a szállásköltségig minden drágul, ez is befolyásolja a fesztiválokat. De én váltig azt mondom, hogy ne csak a rockfesztiválokra figyeljünk oda, és ne csak ezeket kommunikáljuk, hanem az egyéb műfajú fesztiválokat, és én ezt nagyon fontosnak tartom. A 2020, tehát több válságon vagyunk keresztül, ugye a Covidok, most a háború, bejött a recesszió, az infláció, tehát egy csomó minden nehezíti a fesztivál szervezők és a közönség és a közreműködők dolgát, de én bízom annyira a kollégákba, a fesztivál vezető kollégákba, hogy mindig feltalálják magukat, és mindig van valahogy. Tehát ha csak ki nem öregszik az illető fesztivál szervező, vagy nem adja föl valami oknál fogva, akkor a fesztiválok mindig megtalálják azokat az utakat, azokat a kis mellék vagy fő ösvényeket, amin érdemes tovább menni. Sokak és sokunk boldogulására. Na hát akkor legyen így, nézzünk egy ilyen gazdag év elé, ha sok fesztivál lesz, sok innovációval, érdekességgel, minőségi kultúrával talán megfűszerezve, úgyhogy mindenkinek szép évadot kívánunk. Köszönöm És majd a visszavágót majd lejátszuk. Nem most, majd legközelebb.